Nem előzmények nélküli, hogy az amerikai kormányzat bírálja az Orbán kormányt. És nem csak Colin Bell elődje André Gutfriend, de Barack Obama jelenleg és Bill Clinton korábbi elnök is kritikusan beszélt hazánkról. Egyikük megfélemlített civilekről, másikuk pedig hatalommániás miniszterelnökről beszélt. These are words. Legutóbb tavaly ősszel lett feszült a viszony az önkormányzati választások után. A Napi Gazdaság, a Magyar Idők elődje írt arról, hogy több NAV vezetőt is kitiltottak az Egyesült Államokból. Másnap az amerikai ügyvivő már azt is elárulta, hogy miért. André Gutfriend szerint korrupciós ügyekben érintettek, ezért a tilalom a magasrangú kormányzati tisztviselőknek. A kormány többször is felszólította Gutfriendet, illetve az Egyesült Államokat, hogy áruljon el minden információt az üggyel kapcsolatban. Eddig hivatalosan csak Vida Ildikó, a NAV elnöke ismerte el a kitiltást, de tagadta a korrupciót. Good afternoon, everybody. Néhány héttel korábban Barack Obama fogalmazott meg egy általános kritikát, amelyben Magyarországot is megemlítette. Azt mondta, Magyarországtól Egyiptomig szabályozások végtelen sorával és nyílt megfélemlítéssel zaklatják a civil társadalmat. Korábbi elődje pedig hatalommániásnak nevezte Orbán Viktort. Bill Clinton egy tévéműsorban azt mondta, léteznek tekintélyelvű kapitalista társadalmak, mint például Kína vagy Oroszország, amelynek már van hatása is, példának pedig a magyar miniszterelnököt említette meg. But here we are, a nation that's on the verge of ceding its sovereignty to a neo-fascist dictator. A republikánus John McCain pedig egyenesen neofasiszta diktátornak nevezte Orbán Viktort. A magyar kormány szóvevő azt mondta, a szenátor nincs tisztában a magyarországi helyzettel. A korrupcióval kapcsolatban egyébként a Gyurcsány kormány idején is bírálták Magyarországot. Az akkori nagykövet April Foley több korrupcióellenes eseményt is szervezett. A volt nagykövet szerint egyfelől jelen volt az országban a piaci verseny, de ezzel párhuzamosan a kenőpénz is bevett gyakorlat volt. Korábban pedig Nancy Goodman Brinker néhány héttel azután bírálta Magyarországot, hogy kinevezték budapesti nagykövetnek. Brinker akkor azt mondta, antiszemitizmust és idegenellenességet tapasztalt, ráadásul bizonyos politikai körökből is. Az első miniszterelnökségét betölti Orbán Viktor igaztalannak nevezte az antiszemitizmussal kapcsolatos vádakat.